Hódmezővásárhelyen újra az időjárás volt a főszereplő. Az edzéseken teljesen elázott a pálya. A futamokat tengelyi gérősárban kellett teljesíteni a mezőnynek. Az MX1-es kategóriában újra Németh Kornél volt a legjobb. Még egy brutális esést is sikerült túlélnie. Meg is ütöttem egy kicsit a vállam el a könyököm, meg összeszedtem ezt a monoklit. Az ember olyan, mint a Tysontól kapna mondjuk egyet. MX2-ben Svoboda Bence nem kegyelmezett. A tápi jobbicskei második hely után lazán nyerte mindkét futamot, megsemmisítő csapást mérve ezzel az ellenfelekre. Beálltam egy biztos tempóra, nem voltam megelégedve vele, azt hozzárakom, de úgy gondolom, hogy jó úton járok, hogy az újra visszanyerjem a saját formámat, és ott voltasom, ahol tavaly abba hagytam. A Magyar Motocross Bajnokság harmadik fordulója előtt mindenki a száraz versenyekért fohászkodott. Nos, ez csak félig meddig jött össze. Az időjárás újra hangsúlyos szerepet követelt magának. Hát most esik már egy 15 perce. Én azt mondom, hogy így marad. Tomi azt mondja a szerelőm, hogy elmegy az idő, nem tudom, vagy elmegy ez az eső. A szabályozó azt mondja ki, hogy a versenyt csak akkor kell lefújni, lemondani, hogyha villámlás vagy jégeső van. Na most ugye egy kaotikus helyzetben ez a felhőszakadás, ami van. Hát én úgy gondolom, hogy a versenyigazgató meg fogja kísérelni a motorokat fölvinni a rajtrácsra, és a rajtrácson esetleg megkérdezheti a versenyzőket, hogy vállalják-e a futamot, vagy nem vállalják. Ha a versenyzők egyértelműen azt vállalják, hogy nem vállalják a futamot, akkor a versenyigazgató törölheti esetleg a mai napot is. Nekem bejön, mert eddig annyira meleg volt, hogy igazából nem kaptunk levegőt, és szerintem, hogyha ez eláll, a pálya tökéletes lesz. Ácson eddig még nem látott özönvíz szakította félbe a versenyprogramot. A pálya egy úszómedencére emlékeztetett, a csapat sátrakban bokáig állt a víz. A versenyigazgatóság a legészszerűbb döntést hozta. A második futamokat törölték. Igen, a versenyigazgatón, most hallottam a rádión az adást, hogy az időjárásról tekintettel törölték a mai napot véglegesen. Három kategória egy futamból lesz értékelve, a meghívásos pedig törölték végleg. Hogy hogyan fajult idáig a Magyar Bajnokság harmadik fordulója, azt már is megmutatjuk, de előtte felidézzük a tavalyi verseny hangulatát. 2012-ben Svoboda Bence és Szőke Márk cipelte a hátán a HTS csapatot. A két fiú az idény végeztével meg is nyerte a bajnokságot, de az ácsi verseny egyáltalán nem volt számukra sétagalopp. Svobodának sérült vállával, Szőkének az erős nemzetközi mezőnnyel gyűlt meg a baja. A vállam úgy kell elképzelni, hogy mint az egyik vállam gyengébb lenne, mint a másik, ami valószínűleg úgy is van, és nem tudom annyira húzni, főleg ilyen pályák, ugye pont szerencsétlenül jött nekem össze, hogy pont egy homokos pályára kerültem így. Volt egy-kettő olyan szituáció, ami tényleg csak egy hajszálhoz tartott attól, hogy nem lett volna nagyon baj belőle. Egy kicsit műszaki hibával küzdöttem az időmérőn is, illetve az első futamban is, ami így látszódott is szerintem kívülről. Tulajdonképpen a végeredményben harmadik helyet jelentette. Egy kicsit csalódott voltam, mert tényleg nem ez az, amiért jöttem én ide. Az első futamban a rajtot elhoztam elsőnek. Próbáltam arra filózni, hogy az első két kört azt megnyomom, és akkor eljövök a mezőnytől. El is jöttem Bugyecerikkel. Próbáltam ott menni mögötte, az 5.-6. körben volt egy ilyen bedúranás, ami kicsit így szétestem, próbáltam zárkózni föl, de megint jöttek a lekérdezettek is. Katasztrófa volt, hiába mutatták neki, meg hiába üvöltöttem, nem engedtek el egyszerűen. Szóval eléggé lemaradtam, és rám jött Lécz Gergő is. Összetetően azt hiszem harmadik lettem pont egyenlőséggel a Winkofferrel. Az ácsi pálya tehát sokkal tartozik a HTS csapatnak. Németh Kornéllal kiegészülve nem lehet ezúttal kifogás. Valahogy le kell győzni a trükkös nyomvonalat. A futamok rekkenő hőségben rajtoltak el. Az MX2-es kategóriában Svoboda Bence semmit sem bízott a véletlenre. Rögtön az elején az élre állt, és gyilkos tempót diktálva szakította le magáról az üldözőket. A 30 perces futam végére ugyan megközelítette őt legnagyobb ellenfele, Firtosvári Gábor, de megelőzni már nem tudta, így Svoboda teljesítette az ő részét. Revansot vett a tavalyi versenyért. Egyre jobban rájövök arra, hogy mi kell ahhoz, hogy valójában eredmény, valójában tempót elérjek. De hát ugye az évek is mennek, és mindenképp szeretnék tovább lépni. És megmutatni, hogy még több van bennem, és lehetőleg jobbat nyújtani.
megnyertem a futamot, megnyertem a versenyt, és így szereztem a háttér csapatnak egy újabb győzelmet. Ez nagyon jó érzés, hogy tudok győzni, és meg tudom hálálni a támogatást. Az MX1-es géposztályban szintén sikerült a küldetés. Németh Kornél hozta az idén látott formáját. Senkitől sem zavartatva abszolválta egyik kört a másik után. A legsikeresebb magyar motocross versenyző ezzel a diadallal továbbra is veretlen az idei bajnokságban. 450-es motorral mentem, 450-es KTM-mel, egy EXC-vel. A 450-es motort annyira nem szeretem már, egy kicsit nekem már a én 30 éves koromhoz így a vizületeim ez egy kicsit erős már, elég komoly igénybevétel a gerincre, a bokára, a térre. Most persze egy 45 éves srác azt mondja nekem, vagy egy 50 éves, hogy hát ő még fiatal, de az én vizületeim, vagy egy motocrossos vizület, aki már megy 26 éve, megegyezik egy 70 évesnek, vagy egy 60 éves emberének. A HTS Team ezzel többszörösen is törlesztett az Ácsi pályának. Svoboda győzelme után Németh is az első helyen végzett. Szőke pedig egy újabb bronzéremmel gazdagította a csapat gyűjteményét. Az első futam az teljes egészében elégedett vagyok. Kezdjük talán az MX2-vel, Bence hozta az eredményét. Roland is jól teljesített, értékes pontokat szerzett. Varga Mimo sajnos küzdött újra a technikával. Ugye az időmérén megállt a saját motorja, és kölcsönmotorral egy más típussal vágott neki a versenynek. Hogyha megnézzük az időeredményeket, akkor tulajdonképpen az ő teljesítményével is elégedett vagyok. MX1, Kornél és Maci végezte nagyon-nagyon keményen a dolgát, és újra Kerese Gábor is meglepetéseket okozott, és jól tartotta a helyét, gyakorlatilag papírforma született. A felhőtlen ünneplést meghiúsította az időjárás. A víz mindent elmosott, ami az útjába került. A HTS KTM Team versenyzőinek mosolyát azonban nem tudta letörölni az arcukról. A bajnokság negyedik fordulója előtt újabb értékes pontokkal növelték előnyüket, de nem lehetnek teljesen nyugodtak. A kókai verseny tavaly is súlyos csapás mért Szőkére, és Németet is nélkülöznie kell majd a gárdának. Vajon így is folytatódik a HTS diadalmenete? A következő adásban megmutatjuk.